A nyertes EU-s pályázatok által finanszírozott két nagyobb útépítés, az Alsó-Gallai Táncsics, valamint az Óvárosi Voltságvári úti fejlesztéseken kívül jelentős útfelújítások kezdődnek a napokban Tatabányán. A városnak szinte minden pontján lesznek útfelújítások. Az első felújítási munka most indul a héten a Köztársaság úton, ahol a belső sávnak a felújítására kerül sor. Az elmúlt években a külső sávot felújítottuk, így most a belső sávra kerül sor. De mellett például a Gál István lakótelepen az Ótelepi utcának a felújítása szerepel, emellett szerepel a programban Kertvárosban a Szentgyörgy útnak a felújítása, ami szintén egy fontos pont, vagy hogy egy másik városrészt említsek, Sárberekben is felújításra kerül a 400-as út, 400-as sokhoz vezető út, emellett mondjuk Felsőgallán a Barosköznek a felújítása szerepel a programban, tehát szinte mindegyik városrészben, választókerületben történik útfelújítás az idei évben is. Ez az útfelújítási program már a februári költségvetés elfogadáskor elfogadásra került. Egy programponttal egészítettük ki a májusi költségvetési rendelet módosításkor, az, ahol most jelenleg vagyunk itt az ipari parkban, a Delphi, illetve az Otto Fuchs és az Alpla buszmegállójának az átépítése, egy új buszmegállónak a kialakítása, amelyre a város képviselő testülete úgy döntött, hogy nem várja meg az Európai Uniós forrásokat, hanem saját forrásból 50 millió forintot biztosít. Ennek az 50 millió forintnak a része tulajdonképpen az, hogy egyrészt a Delphi oldalán kialakításra kerül egy buszmegálló, hogy ne kelljen, amikor munkában jönnek a dolgozók, átsétálni az út egyik oldaláról a másikra. Ez egy fontos pontja a beruházásnak. Valamint az ipari parki műszakváltásokkor van, hogy egymás után 5-6 busz érkezik a buszmegállóba, és itt mögöttem egy folyópályás buszmegálló van, ami azt jelenti, hogy az autók nem tudják kikerülni a buszokat. Ez dugót okoz, ráadásul nem is biztonságos ennek a buszmegállónak a megközelítése, hiszen láthatjuk, hogy nincsen zebra kialakítva csak az autóbuszmegálló másik végén. Ezért kialakítunk új járdát, zebrákat, valamint ezen a területen több párhuzamos buszmegállót alakítunk ki, hogy egyszerre akár 5-6 busz is meg tudjon állni. Ez olyan lesz egy kicsit, mint egy buszpályaudvaron, hogy nem csak egy öböl van, hanem párhuzamosan több öböl kerül kialakításra.